Amit az Úr Jézus Krisztusba vetettünk. Arról a reménységről, amiről János testvér is egész élete alatt prédikált, és nem csak prédikált, hanem hitte is, hogy ez így van. Kívánom, hogy mindaz, ami elhangzik, bátorítson, vigasztaljon benneteket, kedves gyászoló család, de mindannyiunkat, akik itt vagyunk. Isten tiszteletünket folytassuk egy énekkel, városi családot kérem szeretettel. Minden utamban ő voltál, egész életemben jó voltál, minden erőmmel még élek, éneklem a te jóságodat. Életemben jó
Imádkozni fogunk erre az imádságra Durko Albert testvért, a Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigány Missziójának misszióvezetőjét kérem. Mennyei édesapánk, te szolgád, a Kovai János meghalt. Azament te mennyei dicsőségedbe, oda, ahol helyet készítettél neki. Álladó istentiszteletre jöttünk össze, hogy emlékezzünk azokról a csodákról, azokról a jóságodról, azokról a cselekedetekről, amelyeket rajta keresztül végeztél. Köszönjük neked az ő életét. Köszönjük neked az ő szolgálatát. Köszönjük neked mindazt, amit tőle kaphattunk. Mint közösség, mint egyház, mint gyülekezetek, mint családok, mint egyes emberek, személyek. De hogyha megnézzük az ő élete végét, akkor róla el lehet mondani, hogy nézzük meg az élete végét, és kövessük az ő hitét, azt a csodálatos hitet, amely ott volt az ő életében, azt a csodálatos hitet, amellyel a legnehezebb időszakokon is keresztül ment, és azt a kitartó szolgálatot, amellyel mindvégig hűséges maradt te hozzád. Uram, köszönöm, hogy hálát adhatunk. Hálát adhatunk, hogy ilyen szolgákat és ilyen szolgát adtál nekünk. Ajándék volt a mi számunkra. Ajándék volt az ő élete, ajándék volt az ő szolgálat, az ő prédikációi, az ő tanácsai, az ő mosolya, az ő ölelése ajándék volt mindannyiunk számára. Romára kérlek téged, hogy add vegyünk példát arról a szolgálatról, arról a szeretetről, arról a kitartásról, amely őt jellemezte, hogy az ő hitét követhessük, az ő életét követhessük. És amikor ott leszünk előtted, akkor nekünk is elmondhatsz azt, amit hiszem, hogy neki elmondasz. Jól vagyon, jó és hű szolgál. A kevesebb hű voltál, sokra bíznak ezután. Menj be a te uradnak örökébe. Ron, kérlek téged, hogy így áld meg ezt a mai alkalmat, az igehirdetést, az énekeket és mindent, ami elhangzik, hogy meglássunk téged, és ahogy János testvérem élete rád mutatott, ez a mai alkalom is mutasson rád, mert te vagy mindeneknek az ura. Köszönöm, hogy meghallgatsz és velünk maradsz. Amen. Mielőtt a következő éneket elénekeljük, és kérem a városi családot, hogy ehhez készüljön hozzá, két információt adozhat meg a jelenlevőkkel. Most már nincs annyira nagy meleg, mint az elmúlt napokban, de előfordulhat, hogy valaki megszomjazik az Isten tisztelet alatt. Itt lehet találni valahol a környéken, most éppen az én látókörömön kívül van, de itt mutogatják, hogy tőlem talál jobbra vizeket. Ezekből nyugodtan lehet venni, és lehet velük szomjat oltani. A másik kérés pedig a virágokra vonatkozik tőlem, vagy velem szemben, ha most így állok. Vannak kihelyezett vázák, kérjük, hogy aki egy-egy szál virágot hozott, ezekbe a vázákba helyezze, és ne a pantolás alatt a sírgödörbe dobja. Ez is a család és az én kérésem. Énekeljünk most egy éneket a városi család vezetésével, ezt követően pedig igehirdetésre kérem Németi Zsoltot, az Avati Pünkösdi Gyülekezet lelki pásztorát, a Magyar Pünkösdi Egyház alelnökét. Thank you.
Mi drága kincs, mit Krisztusban megnyertem. Nincs nála szebb, mindennél többet ér. Csak benne van örömöm, szabadságom, szerelem én, végére végtelen. Ebben bízom, minden reményem Jézus, éltem már, ő benne. Nem félek már, védkel mellett törülve, elmúlt a vár, fizetve minden kár, mert értem hajt, ő volt a büntetésem, föltámadott a sírból győztesen. Még lélegzek, Jézussal járok híven, megígérted, hogy értem visszatér, és nap mint nap megújít nagy kegyelmem, így állhatok majd szent trónja elé. Gyászoló család, kedves gyászoló gyülekezet, végtisztességre összegyűlt barátok, ismerősök, Magyar Pünkösdi Egyház. A mai napon azért gyűltünk egybe, hogy megköszönjük Istennek egy ilyen rendkívüli szolgálón testvérünknek az életét, aki sok mindenben példa volt számunkra, sok tekintetben előttünk járt. Fogadjátok őszinte együttérzésünket, vesztességetek a mi vesztességünk is. Úgy az Agapé Pünkösdi gyülekezet nevében, mint egyházunk nevében, és családunk nevében is együttérzünk veletek. Sokat köszönhetünk János testvérnek, Marikának. Legyen áldott az Úr az ő drága életéért. Odaszánt, hűséges szolgája volt az Úrnak, aki példát mutatott sok tekintetben, és a mai napon szeretnék néhányat megemlíteni azok közül, amiben én felnéztem rá,
És ilyen értelemben ez a szolgálat, ez a készülődés, ez az egyik legnehezebb készülődés számomra. Olvastam statisztikákat, az emberek ettől a helytől, ahol én állok, ettől félnek a legjobban. Hát én is erősítem a mai napon ezt a statisztikát. De nem csak búcsúzunk, nem csak sírunk, nem csak gyászolunk, hanem köszönettel tartozunk Istennek azért, hogy megismerhetjük az ő drága szolgálóját, akkor a János testvért. És nem csak visszatekintés, hanem egyfajta előremutatás is akar lenni az a néhány igevers, amelyet talán nem szokványos módon, de ez alkalommal a Filippi beliekhez írt levélből szeretnék olvasni az első fejezetből, amely így hangzik. Némelyek ugyan irigységből és versengésből, mások jó akaratból hirdetik a Krisztust. Ezek szeretetből, mert tudják, hogy én az evangélium védelmére rendeltettem. Azok pedig számításból nem tiszta lélekkel hirdetik Krisztust, mert azt hiszik, hogy gyötrelmet okoznak nekem fogságomban. De mit számít ez? Az a fontos, hogy bármilyen módon, akár szintelésből, akár meggyőződésből Krisztust hirdetik, és én ennek örülök. Sőt, még inkább örülni fogok. Mert tudom, hogy az üdvösségemre válik a ti könyörgésetek és Jézus Krisztus lelkének segítsége által. Ezért szívemből várom és remélem, hogy semmiben sem fogok szégyent vallani, hanem én mindenkor, úgy most is Krisztus egészen nyíltan fogják magasztalni én életem, akár életben maradok, akár meghalok, mert nekem az élet Krisztus, a meghalás nyeresség. Pál apostol ezt a levelét nem éppen a legkellemesebb körülmények között írta, de mégis az a lelkület, az a szellemiség, amely tükröződik az írásaiban, azt mutatja, hogy csak a teste volt fogságban, szívében, szellemében, teljes szabadságban volt, mert megismerte azt, aki több, mint az élet. És ebben a felsorolásban három rövid gondolatot szeretnék megemlíteni. Az egyik gondolat az, ami Pál apostol önmagával kapcsolatban mond, hogy én az evangélium védelmére rendeltettem. Valami János testvérrel kapcsolatosan igaz volt, egész hűséges szolgálata idején az az volt, hogy védelmezte az evangéliumot. Jöttek mindenféle irányzatok, jöttek mindenféle próbálkozások, jöttek mindenféle hangsúlyi eltolódások, de ezeket nagyon élesen értette, és minden helyzetben, minden körülményben védelmezte az evangéliumot, annak tartalmát, annak üzenetét. Attól nem szeretett elhajolni, attól nem szeretett eltérni. És amikor az ő munkásságát szemlélem, és láttam akár személyesen is, különösen a torontói időszak alatt, sokféle próbálkozás, sokféle ember, sokféle lelkület, amelyeket mind-mind a maga módján felismert János testvér, és a maga szeretetével, szelítségével, de ugyanakkor határozottságával is tudott kezelni, és nem tért el az evangéliumnak sem tartalmától, sem üzenetétől. És eszembe jut az Efézusbeliekhez írt levélnek az üzenete, amely igaz, hiszen sokan vagyunk itt, akik a szolgálati életben is forgolódunk, és szolgatársat veszítettünk el János testvér személyében. De különösen rá igaz ezen a mai napon, hogy Jézus adott némelyeket az egyháznak, a gyülekezetnek. Adta a makovei családnak, adta Marikának férként, adta Apósnak, adta
az unokáknak, nagypapaként, édesapaként, de adta szolgálatra is. És ahogyan így hallgatom magunkat és gyönyörű dicsőítést, énekeket ezen a mai napon egy dolog hiányzik. Az a négy torok köszörülés, ami János testvértől alkalmanként úgy felhangzott. És lehetett tudni, hogy ő ott van, ő jelen van, ő itt van közöttünk. Hát, ma ez másképpen van. Szolgálati küldetését megértette, képviselte a szószéken is, és képviselte a személyes beszélgetésekben is. Mindenféle jött-ment gondolatokra, vagy irányzatokra, egyességi irányzatokra tudta olyan szelítséggel, olyan szeretettel kezelni, hogy az ember még akkor is mellette akart lenni, amikor nemet mondott. Mert azt is úgy tudta mondani, úgy tudta képviselni, hogy az ember nem bántódott meg, nem sértődött meg. De volt határozott véleménye is. És az ő személyében úgy gondolok vissza, mint valakire, aki az evangéliumot védelmezte. Tehát kell az evangéliumot védelmezni? Elölködni az evangélium tisztasága fölött? Vannak irányzatok? Egyességi irányzatok, amelyek felhívják az evangéliumot, amelyek hangsúlyeltolódással próbálják mellékessé tenni az evangéliumnak üzenetét, tartalmát. Apostol úgy gondolt magára, mint aki védelmezi az evangéliumot. Képviseli, hirdeti, őrködi felette, és ahol csak volt, hirdette azt, képviselte azt. Az evangélium az ma is ugyanaz. Jézus Krisztus, az Istennek fia, emberré lett. És meghalt a kereszten. Nem azért, hogy vallást alapítson. Nem azért, hogy felekezeteket alapítson. Hanem azért, hogy megváltást készítsen számunkra. Elszenvedte azt a méltó jutalmat, amely téged is engem illetett volna. De odaállt az ítélet és közét, és vállalta az ítéletet a kereszten. De harmadnap feltámad, és az Atya jobbján van, és uralkodik dicsőségben, hatalomban, ma is. És az ige azt is mondja, hogy el fog jönni ítélni élőket és holtakat. Ezért kell az evangéliumot védelmezni, ezért kell az evangéliumot hirdetni, képviselni. A mai napon hadd erősödjünk meg abban, mi szolgálók is, de nem csak mi, az evangélium hirdetése, mindegyikünk egyetemes feladata, küldetése a Szentírás szerint. Lesz, aki még hirdeti, lesz, aki még vállalja, lesz, aki még örködik az evangélium tisztasága fölött. És nagyon tetszett az, ahogyan képviselte, ahogyan értelmezte az evangéliumot. Az evangéliumot nem csak a gyülekezetben lévőkre értelmezte, hanem meglátta és felismerte azokat, akiknek szükségük volt rá. Mert nem az egészségeseknek van szükségük orvosra. És úgy tudta értelmezni az evangéliumot, úgy tudott kinyúlni a kapcsolatokban, úgy tudott kinyúlni személyekért, akik talán a gyülekezeti élet perifériáján voltak, hogy ezzel az evangéliumnak az üzenetével, teljességével tudta képviselni Istennek szándékát, Istennek szívét a kapcsolatokban. Aztán Pál apostol azt mondja ebben a felolvasott ige szakaszban, hogy szívből remélem, hogy semmiben sem fogok szégyent vallani. Olyan sokszor el tudjuk bízni magunkat. De sokszor olyan magabiztosnak látjuk meggyőződésünket, véleményünket, meglátásunkat. Az apostol pedig úgy tudott gondolni magára, hogy szívből remélem, hogy nem vallok szégyent.
hogy amikor meg kell állnom Isten előtt, akkor nem veszitek el mindent. Kedves szolgáló testvérek, nem szabad elfelejtenünk, hogy az első szolgálati területünk az nem a szószék. Az első hitelesítő jegyünk sem a szószék, hanem a saját családunk, a ránk bízottak, a személyes kapcsolataink, barátaink, akiknek szükségük van az evangéliumra. De igaz, akik közelebb vannak, azok jól ismernek bennünket is. Közelről látják azt, hogy közel sem vagyunk tökéletesek. Hogy sokféle hiányosságunk van, hogy emberek vagyunk, hogy mulasztásaink vannak. Ismerik ők, látják azt, hogyan formálódunk, hogyan alakulunk. A Kövei János testvér a Tünkösi Teológia éveiben, legalábbis amikor én jártam oda, akkor jelenformálást is tanított. És volt egy tankönyvünk is, amit ő készített, amelyben tele és tele volt igeversekkel. Bejött az órára és hozott, vagy túlzok egy kicsit, de vagy 200 igeverset. És úgy tudott nekünk beszélni a jelenformálásról, hogy csak néztünk. De ami tetszett a legjobban, hogy amikor eljött a számadásnak az ideje, és megkaptuk az iratokat, és ki kellett tölteni, és számot kellett adni az igeversekről is, meg a elhangzott igazságokról, akkor kiment az osztályból, és ott hagyott bennünket. És úgy azon elmélkedtem feleségemmel, hogy ennél jobb jelenformálás nem kell. Tehát, ha ott, akár hármasra puskázol, akár ötösre, de jellemben elbuktál. És nagyon jól tudta ezt alkalmazni. Sok üzenet volt benne. Életében azt gondolom, hogy azért is van üzenete, szolgálatának volt hangja és üzenete sokunk felé, akik itt állunk ma, mert a maga idejében, a maga korában egy lelki, szellemi atya volt, aki sokunk életébe belefektetett. Törődött sokakkal. Amikor szükségünk volt rá, akkor közel jött, akkor időszánt ránk, akkor beszélgetett velünk, tanított bennünket. Ó, de szükségünk van lelki és szellemi atyákra ebben az időszakban. És bár most szegényebbek lettünk egyel, de legyen ez a nap egy előretekintés arra, hogy szellemi atyákra, lelki atyákra szükség van. Mert mindnyájanknak leplezetlenül kell odaállnunk a Krisztus ítélőszéke elé, hogy mindenki megkapja, amit érdemel, az szerint, amit a testben cselekedett, akár jót, akár gonoszat. Olyan könnyen megfelelünk saját magunknak, talán egy kicsit nehezebben, de kutatjuk, hogy hogyan lehetne másoknak megfelelni, mások tetszését elnyerni, mégis egy az igazán fontos dolog, annak kedvességét, annak szeretetét elnyerni, aki vagyunk, aki önmagát adta értünk. Pál apostol így vallotta meg, ezért arra törekszünk, hogy akár itt lakunk mi, akár elköltözünk, kedvesek legyünk neki. Akarsz-e neki tetszeni a mai napon? Akarok-e tetszeni akkor, amikor a szolgálathoz odalépek? Akarok-e neki tetszeni, amikor énekelek, dicsőítek, amikor imádkozok? Akarok-e neki tetszeni, amikor ige hirdetésre odalépek a szószékhez?
vagy valami felcserélte ezt már bennem. Adja meg az Úr, hogy az ő drága szent lelkének segítsége által tényleg újra tudjunk kalibrálódni, újra tudjon irányulódni a mi szívünk arra, hogy Istennek tetsző életet keresni és élni. És végezetül, mert nekem az élet Krisztus és a meghalás nyeresség. Sokféle ragaszkodás van az ember életében. Sokféle ragaszkodás kínálkozik az ember számára. Akár a világ, akár a földi, vagy a testi élet. Amikor az életről beszélünk, akkor látjuk azt, hogy vannak különféle szintjei, amit megélünk. Az egyik, amelyben a legtöbbet időzünk, és amelyikért a legtöbbet teszünk, az a biológiai élet. De azt is látjuk, talán éppen a mai napon is, hogy néha egy egyszerű pillanat, és a biológiai élet az elmúlik. Törékeny. De van a szüvének is egyfajta élete, a tudatosságunknak egyfajta élete, amelyet azt látjuk a mai világunkban is, hogy úgy szintén nagyon törékeny. Sokféle szorongás, sokféle pánikroham, sokféle depresszió tudja kínozni az ember tudatát, elméjét, gondolatait. Ez is törékeny. Amikor Pál apostol arról beszél, hogy nekem az élet Krisztus, akkor arról az életről beszél, amely mindezek közül egyedül stabil, amely megmarad. Azért marad meg, mert nem az egyház hozta létre. Azért marad meg, mert nem mi lelkipásztorok adjuk, hanem azért stabil, azért marad meg, azért tart meg bennünket a koporson túl is, mert Krisztus az áldozata, Krisztus az alapja ennek az életnek. Oda helyezte az ő életét, oda tette az életébe keresztre, és ezért ezt az életet senki sem veheti el azoktól, akik benne hisznek. Ezért, ha valamihez igazán kell ragaszkodnunk, és ha valamiben ismét meg kell újulnunk, akkor az, hogy Krisztusé lenni teljesen. Krisztusé lenni ismét. Egyedül érte. El tudni mondani azt, hogy nekem az élet Krisztus. És nézzétek meg, hogy ezen a tényen, Krisztus tényén kívül semmi nem tudja megváltoztatni az örök életnek a bizonyosságát. Ahol Krisztus megjelenik, ott olyan változást hoz, egy olyan bizonyosságot hoz az ember életében, amit nem lehet megváltoztatni. Segítsen meg Istenek szelleme abban, hogy megújuljunk ismét a belévetett hitben. Higgyük el, hogy amikor Krisztus velünk van, akkor mindegy, hogy ki van ellenünk. Hogy amikor Krisztus velünk van, vagy pontosabban, amikor Krisztuséi vagyunk, akkor ő változást fog hozni a személyes életünkben, körülményeinkben is. Változást tud hozni a gyülekezeteink életében, egyházunk életében, nemzetünk életében. Nekem az élet Krisztus, a meghalás nyeresség. És hadd fejezem be az Úr Jézus szavaival ezeket a gondolatokat. János Evangélium 5. fejezetéből. Bizony-bizony mondom nektek, aki hallja az én igémet, és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van. És ő ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe. Így emlékezünk Makové János testvér életére. Átment a halálból az életre, mert neki az élet Krisztus volt, és a meghalás. Már nekünk fájdalom, elválasztás, neki nyeresség. Amen. Amen. A szívem fáj, és két hely lakik bennem. A csükkedés oly közel jön hozzám.
Testvéről emlékezünk meg néhány gondolatban, szeretném elolvasni az ő életútjának fontosabb pillanatait. Makovei János 1939-ben született két egyházán, Makovei János és Lupás Flóra első gyermekeként. Őt követték a sorban testvérei Gyuszi, Ityu és Ilike. A nehéz háborús időket kisgyermekként élte meg. Gyermekkorát, majd egész életét is meghatározta édesanyja hite, meleg, sugárzó egyénisége. A kétegyházi pünkösdi gyülekezetbe járva 14 évesen adta át életét Istennek, és azonnal megkezdte szolgálatát a gyermekek között. Általános iskolába kétegyházán járt, majd kitüntetéssel végezte el a Békéscsabai Közgazdasági Technikumot. Felvették a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemre, melyet el is kezdett, de anyagi okok miatt abba kellett hagynia, és munkába állt. 1961-ben feleségül vette Simon Farvi Máriát. Házasságokat Isten három gyermekkel, Ildikóval, Lackóval és Robival áldotta meg. Később még két gyermeket kaptak Istentől felnevelésre, Évit és Lacit. A család Budapesten élt, és a pünkösdi egyházhoz tartozott. Több munkahelyen a szakma minden lépcsőfokát végigjárt, amiközben esti tagozaton elvégezte a pénzügyi és számviteli főiskolát. Végül a redőnygyár főkönyvelője lett, ahol a keze alatt a veszteséges gyár nyereségessé vált, amiért kitüntetést is kapott. Isten ekkor hívta el teljes idejű szolgálatra, akkor még így neveztük, az evangéliumi pünkösdi közösségben. Hallotta, hogy a hívő élet, szolgáló élet kell, hogy legyen, ezért egész életét Isten szolgálatában élte. 15 évig tanította gyülekezetében a gyermekeket, és közben megszervezte az országos gyermekmissziót. 13 évig az egyház titkára volt, közben gyülekezeteket pásztorolt, Tápiószentmártonban, Bakoncsernyén, Békésen, Mékeréken, majd Torontóban.
Megálmodta és 3 évig vezette a Padalkúti gyermektábort. Részt vett a gyülekezeti lelkimunkás képző megszervezésében és az Élővíz hitéleti magazin elindításában, melynek 2 évig a főszerkesztője volt. Torontóból hazatérvén nyugdíjazásáig a Pünkösdi Teológiai Főiskola főigazgató helyettese, gazdasági igazgatója és tanára lett. Ezután a kétegyházi pünkösdi gyülekezetet pásztorolta, majd országos feladatkört kapott, a kis gyülekezetek segítését. A Covid bezártságában az internet segítségével prédikált, majd ugyanígy bibliórákat tartott egészen a haláláig. Költő volt, 2 verses kötete jelent meg, és sok verset írt a családnak is. Marikával júliusban ünnepelték 62. házassági évfordulójukat. Gyermekeiken túl Isten 14 unokával és 4 dédunokával áldotta meg őket. Hitünk szerint nem csak készülődött, hanem készen is állt, amikor az Úr Jézus hazahívta. Most fájó szívvel, de élő reménységgel búcsúzunk. Így búcsúzik felesége, Marika. Búcsúzik lánya, Ildikó és férje Józsi, valamint gyermekeik, Inga és férje Ádám, Réka és férje Austin, fiúk Leo, Gergő és felesége, Cindy és gyermekeik Milán és Zoé, Orsi, Bori és férje, Dani és Joel. Búcsúzik fia, Lackó. Búcsúzik lánya, Évi és gyermekei, Edina, Adrián, Balázs és Noémi. Búcsúzik fia, Robi és fiai, Milán, Miron és Mendel. Búcsúzik Kovács Iza és lányai, Dóri és Evelin. Búcsúznak Nászai, idős dénagy Gábor és Magduska, valamint családjuk, Durkó János és Babi, valamint családjuk, illetve Bárányné Klári és Bárány Fali. Búcsúznak hozzátartozóikkal együtt azok, akik fiatalon hosszabb, rövidebb ideig a családdal éltek, Pergel Hajni, Pak Ákos és Sebestyén Robi. Búcsúzik öccse, Gyuszi, felesége Katika és családjuk. Búcsúzik Pityunak, elhunyt öccsének fia, Zsolti. Búcsúzik húga, Irike és családja. Búcsúzik Larinak, elhunyt sógorának családja. Búcsúzik elhunyt sógornője, Erzsi családja. Búcsúzik sógornője, Ibolya és családja. Sógora, Laci és fia, Laci. Búcsúzik Barta Magdi. Búcsúznak unokatestvérei. Lupás Pityu és családja, Lupás Emma és családja. Búcsúzik idős dénagy András és családja. Búcsúznak a gyülekezetek, amelyekben szolgált, lelkipásztor volt és amelyeket rendszeresen segített. A Dózsa György úti, ma már Agapé pünkösdi gyülekezet, a Tápió Szentmártoni, a Bakony Csernyei, a Békési, Mékeréki, a Torontói első szeretett gyülekezet, az Isaszegi, a Soltvadkerti, a Tatabányai, az Ózdi, a Kétegyházi, a Nádudvari, a Debreceni, a Makói, a Kókai, a Ceglédi és a Sarkadi gyülekezet, valamint a Kanadai Pünkösdi Szövetség nyugat-ontériói területe, ahol élete végéig tagként tartották nyilván. Búcsúzik a Műhely keresztény közösség, ahová élete utolsó éveiben járt, és búcsúzik a Békési Kegyelem gyülekezet. Búcsúznak a Pünkösdi Teológiai Főiskola munkatársai és hallgatói. Búcsúznak a Padalkúti Szeretet Otthon munkatársai és lakói is. Búcsúznak a Magyar Pünkösdi Egyház Országos Cigány Misszió vezetői és munkatársai. Búcsúznak a Magyar Pünkösdi Egyház vezetői, lelkipásztorai, tagjai és munkatársai. Búcsúznak az Erdélyi Magyar Pünkösdi Hitközség vezetői, lelkipásztori tagjai és munkatársai. Búcsúznak az Észak-Amerikai Magyar Pünkösdi Szövetség vezetői, lelkipásztorai tagjai és munkatársai. Búcsúznak az Európai Magyar Pünkösdi Gyülekezetek. Búcsúznak magyarországi barátai és szolgatársai, többek között betűrendben Adamik László és családja, Ádámko András és családja, Angyelik János és családja, Bálint Miklós családjával,
Balogné Marica és családja, Véres János és családja, Bartoletti Norbert és családja, Cebei András és családja, Durko Albert és családja, Fábián Tamás és családja, Gajdics Irén, Pol Gráce és családja, Gyánó László és családja, Jordanidis Ági és családja, Klement András és családja, Köpe Ica és Zsuzsi, Kriston Rózsika, Márti Szabolcs és családja, Németi Zsolt és családja, Pap György és családja, Pap Ildikó, Pap János és családja, Pazdernyik Pál és családja, Seres Antal és családja, Surman László és családja, Szalontai István és családja, Székely Sándor és családja, Telegdi József és családja, Városi Ferenc és családja, Városi Anett, mint fogadott lány, nevezzük így, Beigert József és családja, Weiss Marika, az Anasztász család, a Becő család, a Bernhard család, a Bordás család, a Pártai család, a Fierce család. Búcsúznak külföldi barátai és szolgatársai, többek között betűrendben Almási István és családja, Babos Csaba és családja, Bíró Pál és Juliska, Csontos József és családja, Kolonusz Ilike és Pál, László Erzsike és családja, Lugosi Xénia és családja, Miszti János és Melinda, Pap Erzsi és családja, Paukovics Györgyike, Sebestyén Gyula és családja, Szilágyi Marika és családja, Rucz Féri. Búcsúzik házi orvosa dr. Pálmai Tamás és asszisztensei. Búcsúznak szomszédai és középiskolai osztálytársai, és búcsúznak még sokan mások, akik szerették, tisztelték, hogy búcsúzunk tőle most mi valamennyien. Imádkozni fogunk most. Erre az imádságra Pataki Albert testvért kérem, a Magyar Kultúrközsi Egyház korábbi elnökét. Mindenható Isten, mennyei édesatyánk, szomorúan, mégis hálás szívvel és reménységgel állunk a te színed előtt, te ravatal mellett. Szomorúan, mert valaki, aki szeretett bennünket, és akit mi is szerettünk, elköltözött közülünk ebből a földi életből. Arra kérünk téged, hogy akiket leginkább fájdalommal érint ez az elköltözés, azokat te magad vigasztald. Öleld át őket, szólítsd meg őket nap mint nap, szent lelkeddel pártfogold őket, egy Marikát, a gyermekeket, a családot. De köszönjük, hogy nem csak szomorúan állhatunk itt a te színed előtt, hanem hálaadással is. Hálaadással azért a szeretetért, amely szeretettel szeretted Makovei János testvért és mindannyiunkat, amely szeretettel elküldted a te fiadat, az Úr Jézus Krisztust, ő érte és mi értünk. Köszönjük, hogy meghalt, érte és értünk. Köszönjük, hogy feltámadt, érte és értünk. Köszönjük ezt a kimondhatatlan szeretetet. Igazán nem tudjuk kifejezni a mi hálánkat ezért a szeretetért, ami Urunkért, Jézus Krisztusért, azért az üdvösségért, amelyet ő készített a mi számunkra. És hálásak vagyunk a te ígédért, a te szabadért. Köszönjük az ígét, a testélet ígét, és az írott ígét, a Szentlélek által megelevenített ígét. Ma is, most is, ami elhangzott és elhangzik közöttünk. És köszönjük, hogy Jézus Krisztus és ez az ige megszólította Makabei János testvérünket. Hálásak vagyunk az ő életéért, hálásak vagyunk az ő szolgálatáért. Hálásak vagyunk mindazért, amit elvégeztél benne és rajta keresztül. Köszönjük neked. És nem csak szomorúan, de hálaadással és hálás szívvel állunk előtted, de reménységgel is.
Köszönjük azt az élő reménységet, amelyet adtál János festér szívébe és életébe. Köszönjük azt az élő reménységet, amit képviselt és hirdetett közöttünk. Egy üdvösségünk, hogy örök életünk lehet, hogy aki hisz az Úr Jézus Krisztusban, az üdvözül, annak élete van, ha meghal is él. Köszönjük, hogy ezzel a reménységgel búcsúzhatunk. Köszönjük, hogy ez a reménység vigasztal. Mennyei Atyánk, mindent neked köszönünk, és mindenért neked vagyunk hálásak. Legyen magasztalva, és imádom a te neved mind örökké. Amen. Ez gyászoló gyülekezet, most kísérjük el elhunyt testvérünket utolsó földi útjára. Light of heaven all around.
Most imádkozni fogunk erre az imádságra Szalontai Istvánt, a Kókai Pünkösdi Gyülekezet lelki pásztorát kérem. Az imádságot követően pedig néhány bibliai gondolatot hallgatunk meg Földesi Tamástól, a Magyar Pünkösdi Egyház elnökétől. Mindenható Isten, legyen jó atyánk! Itt a megnyílt sír előtt talán szíveink jobban összeszorulnak, de köszönöm, hogy amikor szívünk összeszorul, akkor te a te kegyelmed által a mi reménységünket újból megáldod és megerősíted. Atyám, hálát adok én is azért, hogy ismerhettem közelről, barátként, testvérként Makové János testvéremet, és köszönöm, hogy ott van a te dicsőségedben, és te megadod neki az ő jutalmát. De most, atyám, akik itt vagyunk, akarjuk tovább hallgatni a te ígédet, és köszönöm, hogy megáldod a következő perceket számunkra itt, a te közelségedben, a te kegyelmedben, és atyám, a te ígéd valamennyünket megérint és megerősít abban a reménységben, hogy újból találkozunk testvérünkkel. A Jézus nevében áldalak ezért. Amen. Kedves gyászoló család, kedves gyászoló gyülekezet, kedves mindannyian, akik itt vagytok, hogy elbúcsúzzunk Makové János testvértől. Csak néhány gondolatot szeretnék megosztani veletek Isten igéjéből, és abból, ami az én szívemben van ő felé. Az életünk találkozásokról szól, és aztán az életünk persze együttlétről is szól, közösségről szól. Azt mondhatom, hogy Makové János testvérrel nekem főleg találkozások jutottak, de nagyon meghatározóak az életemben, és szeretnék egy igét olvasni, ami szerintem nagyon jellemzi őt, és ami az egyik verses kötetének is a címe: ügyelj a fedhetetlenre, nézd a becsületest, mert a jövendő a béke emberéjé. Úgy gondolom, hogy Makové János testvér az én szememben fedhetetlen volt, és becsületes ember volt. Becsületes ige hirdető, becsületes ige tanulmányozó, precíz ember, hiteles ember, ki élte, amit prédikált. Olyan ember volt, aki figyelt a másikra. Talán a jókedve, a vidámsága szintén mindannyiunkban megmaradt. És azt gondolom, hogy tényleg, amivel legjobban össze tudom én foglalni az ő életét, hogy egy hiteles, becsületes, fedhetetlen ember, aki a béke emberei is volt, a béke embere is volt. Olyan ember volt, aki körül annyi munka elvégződött, annyi gyümölcs megtermett, hogy talán számba se tudjuk venni, és biztos, hogy sok gyümölcs még most is folyamatosan terem az ő életében. Én Dudaron nőttem fel, elhangzott itt a felsorolásban, hogy a Bakony-Csernyei gyülekezet lelkipásztora is volt, Makovai testvér. Szállóige volt Dudaron. Jön Makovai testvér. Jön Makovai testvér. Kisgyerek voltam, talán 10 éves. Szaladtunk ki a kapun, néztük a parkolót, hogy a lada, jól emlékszem, egy ladája volt, vagy lehet, hogy nem ladája volt, nem tudom, de kiszállt belőle a nagy szemüvegével, mivel mindig meglátta az ember magát, és akkora élmény volt, hogy jön Makovai testvér. Elmondta már így felnőtt fejjel, amikor beszélgettünk, hogy ezek a dudari szolgálatok neki aznap a harmadik szolgálatai voltak. Meg volt délelőtt Bakony-Csernyén, délután Bakony-Csernyén, és aztán még átjött, még egy esti alkalomra Dudarra, és az egész dudari gyülekezet várta őt, mert nem egy kicsavart embert kaptunk a nap végén, hanem még mindig élt benne az ige. Jön Makovei testvér. Nagy találkozások voltak ezek az életünkben. Aztán, amikor a PTF-re kerültem a főiskolára, én is akartam említeni a jelenformálás órát, bár tanította a homiletikát és a doxológiát is. Néha nem tudtuk, hogy éppen melyik órán ülünk, mert mindegyik az ő nevéhez kötődött. Emlékszem rá, hogy 20 évesen volt egy kis szakállam. Nem tetszett neki a szakállam, mindig mondta, hogy miért nem vágom le. Mondtam, hogy Robinak is van. Azzal se értek egyet. Ilyen volt Makovei testvér. Jó ember. Isten embere. Szerettük. Szeretjük. A béke embere volt.
A jövő az övé, és a jövő ma is a béke embereié. Legyünk ilyen emberek, építsük ezt a békét, ne harcokat magunk körül, ne állandóan vitákat, lezáratlan helyzeteket, ügyeket hagyjunk, hanem legyünk a béke emberei. Legyünk becsületesek, legyünk fedhetetlenek. Megadatott egy nagy lehetőség, hogy együtt utazhattam vele egyszer Kanadába, pont Gulyás testvérnek a temetésére, Gulyás István temetésére. Tudjátok, hogy benn van az ember a csőbe, 8-9 óra, 7-8 óra az út, csak faggattam, mesélj János testvér. És elkezdte a 70-es éveket, a központépítést, a titkársági munkát, a körzeti munkát, és egyszerűen csak szívtam magamba azt az élettapasztalatot, ami ő benne volt. A béke embere volt. Sehol senkiről nem mondott igazán rosszat. Mindig valahogy megtalálta azt a kifejezésmódot, ahogy építeni tudta a másik embert. Alelnök testvér Zsolt beszélt az atyákról, az atyaság hiányáról a mai generációban. Valóban egy ilyen atya távozott közülünk, de talán Isten megadja azt a lehetőséget, hogy újak nőnek, bár ők nem pótolhatják, ő minden szempontból nyilván egyedi volt, de szükség van az atyákra. És hadd idézzem fel Pál apostolnak a gondolatait, amellyel a feltámadás reménységéről szól mindannyiunkhoz, akik keresztények vagyunk és hiszünk Jézus Krisztusban. Hisszük azt, hogy ő meghalt a bűneinkért, de azt is tudjuk, hogy feltámadott harmadik napon azért, hogy megigazulhassunk, és hitáltal kibékülhessünk az atyával. És ez a reménység tart bennünket életben. Így szól Isten igéje. Nem akarom továbbá, atyám fiai, hogy tudatlanságban legyetek azok felől, akik elaludtak, hogy ne bánkodjatok, mint a többiek, akiknek nincsen reménységük. Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadott, azonképpen az Isten is előhozza azokat, akik elaludtak a Jézus által ővel együtt. Mert ezt mondjuk nektek az Úr szavával, hogy mi, akik élünk, akik megmaradunk az Úr eljöveteléig, éppen nem előzzük meg azokat, akik elaludtak. Mert maga az Úr riadóval, arkangyal szózatával és isteni harsonával leszáll az égből, és feltámadnak először, akik meghaltak voltak Krisztusban. Azután mi, akik élünk, akik megmaradunk, elragadtatunk azokkal együtt a felhőkön, az Úr elébe, a levegőbe, és ekkor mindenkor az Úrral leszünk. Annak okáért vigasztaljátok egymást e beszédekkel. Azt mondja Pál apostol a Tesszalonikabelieknek, de nekünk is, hogy mi máshogy gyászolunk, máshogy válunk el a szeretteinktől, mint azoknak, akiknek nincsen reménységük. Mert a keresztény embernek van reménysége. A keresztény ember reménysége Jézus Krisztus, és az, hogy ő előhozza a holtakat, akik ő benne meghaltak, hogy az elválás nem végleges, lesz újra találkozás, majd lehet, hogy mondjuk a mennyben, persze biztos Jézusnak fogunk legjobban örülni, de talán újra mondhatjuk, hogy jön Makovei testvér, vele is találkozunk, ő is ott lesz, és mindazok, akik elhunytak Jézus Krisztusban, akik megtartották a hitet, megtartották a jó lelkiismeretet az Úrban, és aztán újra együtt leszünk. Most az elválás nehéz, nagyon rossz, hogy nem lesz újabb találkozás vele. Akik közösségben éltetek vele, mint család, mint szoros kapcsolatok, barátok, gyülekezetek, talán ezt még jobban érzitek. De tudnotok kell, hogy nekünk, akiknek csak találkozások jutottak belőle, nekünk is nagyon hiányzik. És sokat adott az ő élete. De emlékezzünk meg róla, és búcsúzzunk tőle ebben a reménységben, hogy újra találkozunk. Fel fog támadni ő is. Mi, ha megmaradunk az Úr eljöveteléig, nem előzzük meg őket. Együtt állunk az Úr előtt. Vigasztaljon meg bennünket a Szentlélek ezekkel az igékkel, és legyünk olyan emberek, akik úgy tudunk élni, hogy becsületesen, fedhetetlenül, a béke embereiként. Legyen így. Amen. Ha elküzdel a magad.
imádságra kérem Pazdernyik Pált, a Soltvad Kerti Pünkösdi gyülekezete pásztorát. Hallgatva a búcsúzók nagy, hosszú sorát, örömünkre szolgált, hogy mi is ott lehettünk és ott vagyunk a búcsúzókkal, és osztozhatunk a fájdalomban. És az jutott eszembe, hogy lehet egy embernek ekkora szív, hogy ilyen sokan beleférnek. És azt a választ kaptam a gondolataimban, hogy akinek új szíve van, abba sokan beleférnek. Nagyon sokan beleférnek. Az új szíve. És olyan jó, hogy belefértünk sokan. Olyan jó, hogy a Soltvadkerti gyülekezetnek nem csak adminisztratíven tagjai Marika és János, hanem ebbe a szívbe belefértünk mi is, ebből a szívből kaptunk mi is, és úgy vagyunk itt együtt, egységben, hogy hálát adunk az Istennek ezért az új szívért, ami Jánosnak volt. És én hiszem, hogyha az Úr új szívet ad nekünk, akkor nagyon sokan bele fognak férni a mi esetünkben is. Na nem annyian, nem olyan sokan, mint János testvérnek, de sokkal többen, mint ha nem lesz új szívünk, és nem lenne új szívünk. Én kívánom azt, hogy az ige mondja, hogy az elődeitekre figyeljetek. Figyeljétek az élet útjukat, az ő tetteiket, és kövessétek hitüket. Ezt szeretnénk tenni mi is Soltvadkerten, és erre kérünk áldást és erőt a jövőre nézve, a gyászoló családra és az egész egyházra, azokra a személyekre, akinek a neve elhangzott, azoknak a gyülekezeteknek, akinek a neve elhangzott. Így imádkozzunk, hajtsuk meg a mi fejünket az Úr előtt, és a mi szívünket is. Istenünk, mennyei édesatyánk, te vagy a teremtő, te vagy az életadó, és neked áll jogodba beleszólni, hogy hogyan élünk, és meddig élünk. Mi sok kérdést föltehetünk, de igazán neked áll jogodba beleszólni az élet utunkba, és az életünk hosszába. Köszönjük, hogy ez a békesség ott lehet a mi szívünkben, a mi lelkünkben, hogy te tudod, hogy mikor kell, hogy hazaszólíts bennünket. János testvére elköltözésén is látjuk a kegyelmet, az rendkívül nagy kegyelmet, ahogy ő elrepült, ahogy ő elaludt. A te drága kegyelmedbe, benne léve, benne lenni, és átbillenni, átrepülni a kegyelemnek a más dimenziójában. Így adunk hálát a mi testvérünkért, így adunk hálát az ő életéért, így adunk hálát az ő hitéért, így adunk hálát mindazért, amit kaptunk tőled rajta keresztül. Istenem, kérjük most együtt a te békességedet, a te vigasztalásodat a család számára, és mindannyiunk számára, gyülekezeteink számára, és mindannyiunknak számára. Hadd éljük át azt a békességet, ami minden értelmet felülhalad, azt a békességet, amit te tudsz adni, amit te adtál János testvérnek a különböző krízis helyzetekben, nehéz problémákban. Olyan jó volt hallani, amikor János testvér egy nehéz helyzettel találta szembe magát, vagy hallott róla, és felsóhajtott, ó, Uram, my God, ó, Istenem, ott cseng az fülünkbe, ott van előttünk, ez a rád mutató közeledés, ott van előttünk, ott van bennünk, hogy ő hogy közeledett hozzád a problémák között a nehézségekben, és hordozta te előtted azokat az embereket, akinek a szívén ott volt. Megköszönjük most a búcsúzgáskor, hálát adunk, és köszönjük, hogy az a reménység lehet bennünk, és van bennünk, hogy lesz találkozás, lesz viszontlátás, lesz lelki ölelés,
legyen áldott a te neved érte, Uram. Kedves gyászoló gyülekezet, befejezésül hadd hangozzanak el az Úr Jézus Krisztus szavai. Én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz én bennem, ha meghal is, él. És aki csak él és hisz én bennem, soha meg nem hal. A gyászoló család nevében szeretném mindenkinek megköszönni, hogy jelenlétével, illetve korábban egy-egy telefonhívással, levéllel kifejezte együttérzését. Ugyanakkor a család szeretettel kéri, hogy itt a helyszínen mellőzzük a részvétnyilvánítást. Szintén a család kérése, hogy akik messzebbről jöttek, lelkipásztorok, barátok, szeretettel várnak mindenkit egy szeretett vendégségre, itt Békésen a Verseny utca 7 szám alatt található épületbe, ez az Országos Cigány Misszió központi épülete. Ahogy a Bibliában olvassuk, és legyen ez ma hitvallásunk, az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Istennek szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindannyiunkkal. Amen. Amen. Szolgálni a hideg tálakat, azért nem eddig, mert hogy hűtést igényel. És az első körülbelül 20 percben elverjük első nagy éjségünket. És akkor nagyjából már ezen túl lennénk, akkor majd fogok időt kérni és figyelmet. Nem jelenti azt, hogy abba kell hagynunk az a csipegetés vagy az étkezés, azt viszont igen, hogy akinek olyan gondolata, emléke van Makové János testvérrel kapcsolatosan, mert azt gondolja, hogy itt van a helye és ideje, hogy megossza, arra majd lehetőséget fogunk biztosítani, ennek a feltételeit, körülményeit pedig majd akkor el fogom mondani. És miközben gyászolunk és búcsúzzunk, közben emlékezünk meg, egy kicsit örülünk is. Mert hogy ez nem a vég. Köszönjük ezt az állomást, és kérlek segítsünk most, amikor emlékezünk, mindez neved dicsőségére, méltósággal hadd történjen, áld meg közösségünket, étkezésünket, és mindenért a dicsőség legyen a tiéd. Amen. Szeretném az együttérzésemet kifejezni a gyászoló család felé. Másrészt János testvérről szeretnék megemlékezni, de felkért Dózsi testvér, hogy legyek az első felszólaló.
szeretném ezt röviden, két dolgot szeretnék János testvérrel kapcsolatosan megemlíteni. Közvetlen szolgálati elődök volt Bakony-Csernyén. Ő utánuk kerültem Bakony-Csernyére, és nagyon sok történetet hallottam Bakony-Csernyén János testvérről, az ő szolgálatáról. Egyet hadd osszak meg, Hudola Gábor barátomtól hallottam. Ma már hallottuk azt, hogy a csernyei szolgálat után János testvér még szolgálatokat vállaltott a Bakonyba. És történetesen egy téli délutánon kopaszhallgatón kellett átmenni a Bakony környékének. Tudják, hogy ez egy elég meredek, szerpentines út, és hogyha le van fagyva, akkor nagyon bajos a közlekedés. És Gábor vitte Bakonyi testvért, talán őskőre is. Amikor egy olyan szakaszhoz értek, ahol félős volt a továbbhaladás, súly kellett volna az autó elejére, akkor János testvérnek mondta, hogy János testvér, súly kellene az autó elejére. János testvér első szóra kiült az autó elejére, és azt a veszélyes szakaszt, nem túl hosszú szakaszt, így utazták. Ez azt mondta nekem, hogy János testvér nem csak a szószéki szolgálatra volt kész, hanem a szolgálatért ilyen, hát kicsit méltatlan helyzetet is fölvállalt, hogy kiülni az autó elejére, téli zügyeljén. A másik, amit szeretnék megemlíteni, és nagyon hálás a szívem azért, hogy sok jó tanácsot tudott adni. Emlékszem, Torontóba készültem, egy nagyon nehéz gyülekezeti helyzet volt, és itt Magyarországon is egy gyülekezetben lelkipásztor hiány volt, és erről beszélgettünk, és János testvér mondta, hogy gondold végig, testvér, és imádkozz meg, de két dolgot tudnék ajánlani neked. Soltot kertve Patenyi Pál testvért, Torontóba Németi Zsolt testvért. Az ennyi testvér még ma is a Soltvetkerti gyülekezetnek a pásztor, úgyhogy mielőtt Torontóba elindultam volna, őt megbíztam a szolgálatra ideiglenes jelleggel. Torontóba pedig ajánlottam Németi Zsolt testvért. Tehát nagyon hálás vagyok azért, hogy ahogy elhangzott, nem csak az ige hirdetés szolgálthat alatt a szószék mögött, hanem vállalta a szolgálatért a nehezebb feladatokat is, másrészt pedig nagyon bölcs tanácsokat tudott adni, amire érdemes volt odafigyelni, és azzal az alázattal, hogy gondold végig is, imádkozz meg. Legyen az emlék áldott. Hát Erdély akkora, hogy az 4 percben nem fér be. A másik dolog pedig az, hogy annyian szerették Erdélyben a Makora János bácsi, hogyha mindegyiket elkezdem mondani, hogy mennyire kifejezték az üzenetüket, és el kellene mondani, hogy azt se férne bele 4 percbe. De azért, hogy egy lelkipásztor részéről, hogy 4 perc alatt mondani valamit, az művészet. Megpróbálok a művész lenni, mert Makovei János testvér számunkra művész volt. És amikor a feleségemnek verseit lektorálta egy pára közülök, és azt mondta, hogy van üzenet, van mondani valója, akkor azt mondtam, dicsőség az Úrnak, ezt egy művész mondta. Tehát az én számomra János testvér egy művész volt. Eszembe jut az, hogy anyósomégnál aludt egy éjszaka, amikor vajdonnyagon volt. És a fejem mellett ott volt egy virágzó citromba. És azt mondta reggel, vagy mivel majd később megkérdezett bennünket, hogy él-e még a citromba, mert azon az éjszakán csupa citromot álmodott, mert a ház megtelt a citrom illatával, és én nagyon szerette a citromot. De a csípős paprikát is nagyon szerette, mert úgy bepaprikázott a levesben állunk az asztalnál, hogy még a fejbúvé is ízott. Ez volt a János bácsi. Nagyon szerettük. Az ő szeretetteljes köteléke, érzelmei kiáradtak Erdélyre is. Beszélhetünk Kolozsvárról, Vajdonyagról, Egerspatakról, és ki tudja, hogy hány és hány gyülekezetről, és minden szeretettel emlegetik őt tovább. Kedves testvéreim, a romániai bünkösdi egyháznak az elnöke, múlt héten beszéltem vele a Rimistitei Pálmel testvérrel, azt mondta, hogy különösen adjam át az ő együttérzését a családnak, mert egy nagyon-nagyon jó barát volt a János bácsival. Egy mélykeréken, meg mit tudom én, hol még voltak, és szolgáltak, és még volt nála is otthon a János bácsi. Úgyhogy gondolom én, hogy ez az Erdélyen így van, testvér, nagy felállj,
Azt is akarom nektek mondani, kedves testvéreim, hogy azért jöttünk ide, mert szerettük őt, szerettük családját, és szeretünk benneteket, és testvérek vagyunk. Amen. Na most csupán egy rövid üzenetet, nem prédikáció, nem tudom, hogy állok a végpercet, de nem számít. Figyeljetek, hallottam ott a szolgálatban egy mondást. A jövendő a béke emberé, a jövendő a János testvéré. Tudjátok, mennyi a tiédek? Amennyi a terekünk kivonalba szerepel. Nem több. Ennyi a miénk itt a Földön. Az enyém is, vagy a tiédek is. De tudjátok, hogy most János bácsi az egész mennyország? Na, akkor ki a gazdagabb? Mi a tényleg talán van egy házon, kettő, vagy pedig ő aki él a mennyország. És a második üzenet pedig, amit a lelkemben kaptam, az az volt, testvéreim, hogy úgy, ahogy Istvánnál Jézus állt, és fogadta Istvánt, Jézus Krisztus tártkarokkal fogadta János testvéret. De a lelkemben láttam, hogy vannak még itt ezen a földön olyanok, akik átölelnék őt, és szeretnék visszatartani. Na most kié legyen? A miénk továbbra is, vagy az ő Jézusé? Testvéreim, ő, mi és mindannyian. Isten áldjon meg benneteket. És úgy, ahogy így szeretettel emlékezünk meg egymásról, ott egy találkozunk János bácsival is, és egymással is. Mindenért Isten legyen a dicsőség. Amen. Amen. Nagyon köszönjük. Kicsit megtörnénk a menetet, most nem beszél, hanem egy dal következne. Andrék János testvér, hol vagy? Gyerekgitáros evangélista. Elnézést, egy valamiről nem hallottam ma, de eszetekbe jutatom. A Memphis, a Magyar Evangélikus Világszövetségnek János bácsi alapító tagja volt, egy asztalnál ültünk, együtt írtuk alá az alapító okmányba, és ezt nagy buzgalommal csinálta. És mindig ott volt a gyűlésekre. Hát, szeretettel köszöntöm, és Istenek vigasztalását kívánom a makovéi családnak, élő tagjainak, és hálával állok itt. Balokon vagy a gitárt fogom a kezemben, mert egy ének cseng az utóbbi szinte években. Egy ének, amit már régen lehet itt nem énekel senki. És még egy dolgot, ami miatt ide álltam, kapcsolódik ahhoz, hogy nem felejtem el, amikor először találkoztam a Makkorvé János testvére, természetesen ott, valahol a 81-es években indult el, amikor idejöttem egyszer, az asztali beszélgetéskor annyit mondott, hogy az összes külföldi testvér Kecskemétnél áll meg, és nem tudnak átjönni a Tiszán. Nekem nagyon sok kapcsolatom volt már akkoriban külföldiekkel, és akkor ez valahogy rám nehezedett, hogy miért van ez, hogy az érdekes odáig, utána már erre nem. Ez így hangzott el. És eldöntöttem, hogy az összes külföldi kapcsolatot ide fogom irányítani. Úgyhogy az a Becsel testvér, meg egy néhányan, akik lehet elfelejtett személyek, azok közül, meg az osztrák, meg az angol, meg az amerikai testvérek közül számtalan olyanokat sikerült idehozni, mint Dr. Wes Dickney testvér, és aki így hálás voltam azért, hogy valami közvetítője, nem én voltam a főszereplő, de én legfeljebb egy postás voltam. Remélem, hogy hallani és érteni lehet az éneket, amit még amikor a Robi testvér a saját kedves feleségét temette, bennem volt egy olyan ének. A hazám fönt van, ott túl az egyet, éve olában, hol nincsen idő, nincsen könnyed, ott senki sem sír, elvicső valóban, Lord, I'm
nyugszom én, a hazád fönnünt van, ott túl az egeken. Családi szinten, személyes szinten és a közi teológiai főiskolai szinten nagyon jó emlékeink van Kedves Jánosról, Kedves Marika, hordozunk téged és az egész makovei családi szívünkben, a mi életünkben. Örülök nagyon, hogy a közi teológiai főiskola egész vezetőség, rektorhelyettes Ungvári Csaba, főtitkárunk Ronda Szilvia itt van velünk is köztünk. Olyan nagy kívánsága volt, hogy irodatársam voltam Jánossal. És ha nem tudtok, ott a főiskolai Marika és János ott a szolgálati lakásban laktak, tehát János egy nagyon rövid munkahoz utazása volt minden nap. Átsétált az irodába, és mondom, az jó emlékeim mindig az, hogy ő mindig jó kedvével, mindig precízen, mindig jó szívvel szolgált és dolgozott a főiskolán. Időnként este fele, amikor én jöttem be, időnként ő majdnem minden este, késő délután ott volt, jó szolgálata volt a régi kaszettákkal. Emlékeztek ezekről? És mindig elküldött postán, különböző helyeken, mindig másolt ezeket, üzenetért, elküldött ezeket, és mindenki, aki kapott ezt a tanítást, ezt a bátorítást Jánostól, gazdagabb voltak az Úr jelenlétével és az Úr dicsőségére. János és Marika nagyon sok-sok módon segített bennünket, amikor a főiskola épület építettünk, az ő élete, az ő lelke, ami ott is volt sok éven keresztül, a mai napig is ott van. János különböző módokon segített minden hallgatót, különlegesen azok, aki Erdélyben élt, és támogatást megtalálta, hogy jöjjenek a PTF, itt a főiskolára, hogy tudnak tovább tanulni, és tovább tudnak teljesíteni az elhívást, amit az Úrtól kaptak. János részemről mindig láttam, hogy ő Krisztus-centrikus volt, hallgató-centrikus volt, és ezt a lékő, amit építettek Jánossal együtt, hogy Krisztus fókuszál, hallgatói fókuszál, közösség fókuszál, ezt megmarad nem csak akkor, hanem a mai napon a főiskolán. Azok a hallgatók, akik hallottunk tőlük mai napi folyamán, azok, akik ott vannak most is, és említettem a oktatói kar tegnap, hogy azok, mint János, aki előttünk járt, ez az alap, amiben most az aratást és a gyümölcsöt láttunk. Nem csak a Tönközi Teológiai Főiskolán, és nem csak Magyarországon, nem csak Kanadában, hanem egész Közép-Európában, pünkösdiek között, testvérek között látok, hogy mennyire fontos és értékes volt, és van a mai napig a Kedves Jánosnak élete és szolgálata. Amen. Nagyon szeretünk téged, Marika, és János, mindenképpen szeretünk téged. Az Úr áldjon meg benneteket. Köszönöm szépen. Egy vers fog elhangozni, a Makovei testvér egyik versét hallgatjuk meg, és a Pálmai Zoltán atyám fia fogja ezt elmondani. Igen, jössz, gyere Zoli. Makovei János hazafelé. Egy napon mély csend lesz mindenütt. Egy napon az óra talán még egyet üt, és azután az út már csak hazafelé kezdett. Létele földön csupán őszi emlékezett. Egy napon utolsó döbb van majd a szív.
egy napon a szó már nem küld, hazahív. És kiújnak a vágyak, szép csendesen, utamnak vége, nem répek és nem esem. Egy nap a korsóból csupán cserép maradt. Egy nap az aranykötél a kútnál elszakad, és nem lesz már szemmel távolba néz, és nem lesz akarat, mely nagy tettekre kész. Egy napon bizony leteszed kemény akaratot. Egy napon már nem számíthatod a holnapot, és akkor utoljára fogjuk meg egymás kezét, hogy igazán utoljára se téphesse semmi szét. Egy napon az ősz megérdeli gyümölcsét. Egy napon, ha utattán épp arra visz, nézd meg, milyen lángoló, forró volt a nyár. És most a kert nagyura mindent hazavár. Legyen szíved vidám itt lenn Istened előtt. De életedre bármi törne, el ne feledd őt, teremj, míg gyümölcsöt nevel a forró nyár, mint aki tudod jól, Istened, Atyád, hazavár. Mert egy napon még csend lesz minden. Egy napon az óra talán még egyet üt, és azután az út már csak oda, hazafelé vezet. Haza. Hol nem lesz többé fájó őszre emlékezet. Az egyik Kocsis József testvérünk bejelentkeztél, kérlek, hozzá. Csak egy pár mondatot, ami vele kapcsolatos volt. Nagyon is mentoromnak tekintettem, amikor Temesváron a gyülekezet ifi találkozó szervezet János bácsi igét hirdetett, és ott volt először az a pillanat, amikor azt éreztem az ige hirdetés végén, hogy nekem ezt kell csinálni. Hálás vagyok az Úrnakért. Aztán Bakony Ernyére kerültem, és emlékszem, hogy a barátság kapcsán fölhívtam őt az első év nyarán, hogy őszre szeretném meghívni hálaadóra szolgálni. És a mai napig a fülembe cseng a válasza, jót szókám, hát esetleg jövőre tudom elvállalni. És annyira belém hasított ez, hogy milyen tapasztalata van, és ebből kifolyólag engem is tanít, hogy így egy hónappal az alkalom előtt nem lehet ilyet már szervezni, ezt jó előre kell. Ebből kifolyólag azóta is egy évre előre tervezek, hálás vagyok a tanácsáért. Aztán egyszer együtt utaztunk Kolozsvárra, és mint elhangzott, ő nagyon szerette a csípőse, úgyhogy mivel együtt utaztunk, szeretett volna nekem is kedveskedni, én nem szeretem a csípőse, de ő a MOL benzinkuton kettő darab nagy csípős chipset vásárolt az útra. Nem sokat tudtam enni belőle. Aztán később panaszkodtam neki, hogy az a bajom, hogy hát a Bakony Csernyei gyülekezetben abban az időben nem nagyon volt, aki helyettesített volna az ige hirdetésnél, és az ige hirdetés szolgálatát, hogyha nem voltam otthon, akkor mindig valakit kellett hívni, csak így tudtam megoldani, és a panaszomra ő azt a mondatot mondta, hogy az nem mindig baj. És azóta is bennem él ez, hogy micsoda tapasztalat volt mögötte, hogy nem igenelt, vagy nem hirtelen nemet mondott, hogy nem jól látom, hanem a maga bölcsességével adott tanácsokat. Aztán, amikor Kaposvárra költöztünk, akkor is beszélgettünk, és annyira jó érzés volt a tanácsait hallgatni, hogy mint aki sok ilyesmin keresztül ment már, akkor mivel tanácsol, hogy a gyerekek hogy tudják jobban megszokni az új helyet, milyen sűrűn menjünk, vagy látogassuk esetleg
az előző gyülekezetet, az ottani közösséget, vagy a házunkhoz, hogy könnyebb legyen a gyerekeknek, és örültem mindig, amikor beszélgettünk, és még egy utolsót engedjetek meg, hogy a Covid kapcsán a vakcina felvétele, vagy nem felvétele mindenkinek nagy kérdés volt. Kérdeztem János bácsit, hogy végül is ők hogy döntöttek. És megdöbbentem a válaszon azért, mert a válasz úgy hangzott nekem, mint aki nem saját magára gondolva, nem a saját egészségére gondolva ad választ, hanem egy sokkal magasabb rendű válasz adott. Azt mondta, hogy Jocókám, ha ez lehetőséget biztosít arra, hogy mi másoknak szolgáljunk, akkor fölvesszük az oltást. Köszönöm. Megint egy vers fog következni. Dókó Attila barátom testvérünk mondta, hogy megosztam egyet, és megosztam is. Hát János bácsi nekem keresztapám, ő merített be, és nagy hatással volt az életemre. Volt egy gyermektábor a Tahikot faluba, a baptista táborba, és hát olyan 10 éves korú körök voltam, és hát az első leckét ott kaptam tőle. A maga bölcsességével, a maga szeretetével, a maga kedvességével. Első leckém János bácsitól. Amikor hasonló korú társakkal egyezkedtem egy üveg kólában, hogy én bizt felmászok a magas fára, mely kihívóan ott állt a táborban. János bácsi ezt véletlen meghallotta, rögtön a dupláját ajánlotta, csak tervemről tegyek le mi hamarabb, máskor se jusson eszembe, így gondolom. Mondtam én 10 éves fejjel bölcsön, az angyalok vigyáznak rám éppen. Tedd meg, szólt a válasz, mi tőled telik, a többit az angyalok ezután végzik. És hogy ne csak az értelmem oktassa, az ígért kólákat megadta. És mert ígéretem kötött végig, nem mászhattam fára egy hétig. Az eddig jelentkezetek közül az utolsó fog most szót kapni, és amíg valakinek van mondandója, akkor kérem minél van, valahogy próbálja jelezni felé. Az a búcsúzatóban elhangzott egy név, Sebestyén Robi. Sebestyén Robi, aki farciumi erdélyi fiú volt, és egy darabig a családnál lakott, amikor átjött Magyarországon, vagy innen tovább ment. És ő is ilyen fogadó gyerek típus volt, nem tudott eljönni, bár szeretett volna. Viszont leírta azt, amit szeretne nekünk üzenni, és ez fog most elhangozni, és Kinga kell egy elolvast fel. Szeretett magukai család! Szeretném hálámat kifejezni azért, hogy befogadtatok, mint családtagot. 1988-ban útra keltem, 19 évesen a nagyvilágba. Féltem, mert nem lehetett tudni, hogy kilépve, amíg akkor kommunista Romániából, mikor láthatunk újra a családomat. De ami nem várt, az felülmúlta a legmerészebb álmokat is. János, Marika és a gyerekek befogadtak mind sajátjukat, ami azt is jelentette, hogy nem hagyhattam a földön a szennyest, és a kimosott ruhákat rögtön össze kellett hajtani és eltenni a helyére. De főleg azt jelentette, hogy egy biztonságos, szerető otthonra találtam. Marika, együtt lenni és enni veletek nagyon sokra megtanított. Többek között az ennivaló jó tervezésére is,
amikor sok személynek kell ebédet készíteni. De a legjobb lecke a szerető család lehetősége, a konfliktusok szeretettel való megoldása. János példája és tanítása egy életre rákísér. A komoly felkészülés példája a fáradtsággal járó, de annak ellenére szeretettel átadott szolgálat. Vidékkel utazni, egy kis közösségnek szolgálni Jánossal egy különleges kiváltság volt. Én vittem a gitárt, János pedig egy kis csoportnak ugyanolyan lelkülettel szolgált, mint egy nagy imaháznak, és a testvérek hálások is voltak érte. Olyan jó volt az idén májusban együtt lenni. János örömmel emlékeztetett a veszélyes sztorira, amikor Romániából Marikával kicsempészte az énekeskönyvemet, amelyikbe bele volt írva a nevem, így a határőrök hosszasan kérdezték, hogy miféle dokumentumok ezek, és miért van ez náluk. Mindketten hősiesen küldték a kikérdezést. Szeretett Makovai család! Isten szeretete összefűzött minket évekkel ezelőtt, és bár nem gyakran látjuk egymást, a szeretet nem lankadt. Isten vigasztalja fájdalmatokat, és újítsa meg erőtöket, tudván, hogy egy nap együtt ünnepünk Jánossal a mennyei hazában. Nagyon sok szeretettel, Sebestyén Róbert! Ezzel tehát azoknak a sorának a végére értünk, akik előrejelezték, hogy szeretnének valamit velünk megosztani, és mielőtt még neki indulnánk a maradék elfogyasztásánál, szeretném kérdezni azt, hogy van-e valakiben olyan gondolat, amit most is itt szeretném megosztani, és az első kész föllendről, Adamik Laci, kérlek, gyere! Szeretettel köszönök mindenkit, főleg a Makovai családot. Nekem a hívő életem kezdetéhez kapcsolódik egy komoly élményem Jánossal, hiszen 89. novemberében tértem meg. Decemberben voltam először a kétegyházi gyülekezetben, és következő január végén volt a bemerítkezésem. De hát azt tudni kell, hogy én szalagosan laktam akkor még, tehát ugye a 75 kilométer. És most nem részletezem, hogy miként, hogy nem jól szerveztem meg az utazásomat, megestem az Isten tisztelet nagy részét. De hát mire én odaértem már a bemerítkezők, mind visszaöltöztek tiszta száraz ruhába, meg János testvér is felöltözött, újra megszállítkozott mindenki, és már fényképezkedtek, mire én megérkeztem. Nagy ijedtem, hogy akkor én most kimaradok, mi lesz? És nem maradtam ki. János testvér január végén kész volt visszavenni a közös ruhát, és velem külön megint bemerítkezni, és külön fényképezkedni. Ugye ez nekem nagyon nagy élmény volt, hogy milyen alázatos és szolgálatkész ember volt ő mindig is. Köszönöm. Kettő már, kezdjük kérjük a veled, ezt ad után meg érestem, és tessél más utána. Nagyon az Úr Jézus mellettek, alig van nagyon együtt érzek veletek, és köszönöm a lehetőséget, hogy itt lehettem a temetésen. Az az első emlékem volt a Makovai testvérről, amikor oda kerültem a Betre családhoz, hogy gyere, Julika, nézd meg, itt volt az első gyerektábor. És hát én ezért nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy ők apósommal dolgozták ki a gyerektábornak a tervét, és a másik pedig az, hogy a férjem nagyon szerette az Ezüstlapos című verset. Áldjon az Úr benne. Testvéri szeretettel köszöntöm a jelenlévőket. Nem gondoltam, hogy a családom egy tagja, aki ott ült mellettem, ennyire szerette János testvért,
egész idő alatt az oldalamat bögtöst, hogy apu, mondjál már te is. Szeretettel mondom el, testvérek, 1955. július 2. vasárnapján kerültem a Magyar Tükörű Gyülekezet akkori budapesti gyülekezetébe, a Rögtel utcába. János testvér talán 2 évre rá, vagy 3 évre, tehát 2 szegény fiúcska. Én nem gondoltam, hogy vidékről, és én is vidékről részben. Mind a ketten szegények voltunk, összebarátkoztunk, és nagyon jó volt együtt lenni. Amit szerették elmondani, hogy nem egyszer, tehát több vasárnap a délelőtti, délután istentisztelet közt együtt ebédeltünk, hát nem nagy ebédet valamelyik étteremben, hanem az otthonról hozott zsíros kenyeret ettük meg. És tudjátok, Attila fiam is emlékszik rá, János testvér olyan szenvedélyesen tudott prédikálni a kenyérről, a meleg kenyérről, arról a kenyérről, amely Jézus maga volt, és maga önmagára beszélt. Befejezésű csak annyit, hogy elkezdtem gondolkodni, hogy magamban, és talán nem is annyira a nyilvánosság elé való ez a dolog, hogy nemrégen fejeződött be Budapesten az atlétikai világbajnokság. És amikor a versenyzők befutottak a célba, hát azért törölgették a hangokat, leborultak, lefeküdtek kipihenni magukat. János testvér beért a célba, letörölte a homlokát, győzött, de mi testvérek még úton vagyunk a cél felé, és adja az Úr valamennyünknek erőt, szellemileg, lelkileg, hogy ne csak a múltról, hanem a leendőkről is tudjunk beszélni. Köszönöm. Próbáltam bátorságot meríteni. Azon a vasárnap reggelen, életről délelőtt, amikor a hírt meghallottam, hogy elköltözött János testvérünk, nem csak a fájdalom szaladt végig bennem, hanem eszembe jutott az a vers, ami ebbe az évbe a legelső verse jelent meg, a kiáltó szó hitményítő füzetben. Nem mondom el ezt a verset, csak az utolsó versét szeretném elolvasni, mert nagyon fontos mindannyiunknak. 2023. Mit hozhat magával? Izgalommal várom. A küszöbön állva várok, és szememet erőltetem. Ha a jövőt ma láthatnám, már elég is lenne nekem. Nem látok. Állok vakon. De segít az égi kegyelem, és Uram éltető ígérete, mind halálig itt lesz velem. És ez megvalósult, és valósulja meg a milyen. Kedves jelenlévők, úgy látom, hogy ennyi jelentkező volt, én nagyon köszönöm ezeket a gondolatokat. Ő az apósom volt, de hogy ennyi minden volt, még azon túl, amit én tudtam, nem is gondoltam volna. Nagyon köszönöm, és még mennyi minden van. Kedves jelenlévők, az Isten vigasztalását és áldását kívánom rátok, és hadd kívánjam azt is, hogy ez a maradvánk egy örökség Makovei Jánostól. Jó örökséget vagyunk itt. És hogy tudjunk ebben az örökségben, ennek a lelkületében, szellemiségében, valóságában menni tovább. Tudom, hogy Isten róla jó véleménnyel volt. Megveregette a vállát, és azt mondta, fiam által, egyeztek mindannyiunkat, jöjjünk úgy. Kívánom Istennek az áldását és vigasztalását, és akinek kell, jó utat hazafelé. Ezzel a megemlékezés részét bezárom, az étkezést még nem. További jó étvágyat, jó utat, Isten áldjon mindenkit. Atyám, nagyon köszönöm neked, hogy itt vagy közöttünk, most is, szellemed által. Köszönjük az emlékeket, a történelmet, a valóságot, meg azt is, ami előttünk van. Ehhez kérjük tőled erőt. Ahol kell vigasztalást, ahol kell megértést, meglátást, kegyelmet, kiáradását,
és amivel megbíztál, abban győzelmeket kérünk tőled, Atyám a Jézus nevében. Így bízzuk rád életünket és napjainkat. A dicsőség legyen a tiéd. Köszönjük, hogy meghallgattál. Amen.